Nagy István, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetsége, a Magyarok Kenyere Alapítvány, valamint Szolnok megyejogú város polgármesteri hivatal által rendezett eseményen arról beszélt, hogy a program egy bő évtizede egyfajta új nemzeti ünnepé nőtte ki magát. Az önzetlen segítőkészség, a nemzeti összetartozás alulról szerveződő ünnepévé, az összmagyarság ünnepévé. Ez a program többet kíván adni segélynél, mondta. Esélyt kíván adni a nehéz sorsú honfitársaknak az emberhez méltó életre, az emberi értékek megőrzésére, képességeik kibontakoztatására. Letéteményesévé és közvetítővé szeretne válni a karitatív munka mellett a szakmai együttműködéseknek, az információ és a tudásáramlásnak, ami mutatja is ennek az egész programnak az összetettségét. Ezért van az, hogy a Magyarok Kenyere program bő egy évtizede egyfajta új nemzeti ünnepé nőtte ki magát. Az önzetlen segítőkészség a nemzeti összetartozás alulról szerveződő ünnepévé. Az összmagyarság ünnepévé Madridtól Veszprémig, Nagydobrontól Jánoshalmáig. Arra mutat szép példát, hogy a magyarságban töretlenül jelen van az összetartozásnak az elemi érzése. A Magyarok Kenyere programban megnyilvánuló jó akarat abban is segít, hogy mindenki számára átélhetővé, kézzelfoghatóvá váljon. Nagy István megköszönte a gazdák munkáját, akik viszontagságos, nehéz időszakban kiválóan helytálltak. Ennek eredménye, hogy ma itt az új kenyér az asztalon, és az ország kenyere egész évben biztosítva van, jelentette ki. Beszámolt arról, hogy az idei szezonban az őszi árpa aratása az elmúlt hetekben befejeződött, hektáronként 5,5 tonna az országos termés átlag. A búza betakarítása is véget ért, 5,6 tonna körüli a hektáronkénti termés átlag, míg a tavaszi árpa termés átlaga hektáronként 4,4 tonna, a tritikáli esetében 4,7 tonna, a rozsé pedig 3,3 tonna. Az orosz-ukrán háború, az Ukrajnának biztosított teljes vámmentesség, a Fekete-tengeri kikötők blokkádja miatti folyamatos változás a szállítási lehetőségekben is rendkívüli nehézséget okoz. A háború kapcsán pedig akár századszor is el kell mondanunk, hogy a búza az élet. A nemzetközi közösség minden szereplőjének meg kell értenie, hogy a gabona nem lehet a háború eszköze. Hiánya ugyanis éhénységet fog okozni, ami újabb háborúkhoz fog vezetni. Ezért létkérdés, hogy a Fekete-tengeri kikötők blokkádja ellenére is eljusson a gabona oda, ahol életadóként tekintenek rá. Ha éhénység jön, akkor migrációs hullám is lesz. Annak pedig beláthatatlan következményei lehetnek. Amennyiben a gabona nem tud másfelé menni, teljességgel felborul az Európai Unió belső piaca. Ebben a helyzetben azt ígérhetem, hogy az Agrárminisztérium az összes lehetséges eszközzel fellép az ukrán gabona korábbi piacaira történő irányítása, és ezzel a hazai gazdálkodók értékesítési lehetőségének elősegítése érdekében. Mi így tudjuk támogatni azt az eltökéltséget, amely a Nagydobronyi Búzagyűjtő Napon jelent meg az egyik szervező nyilatkozatában. Hidi László, a Kárpátaljai Gyűjtést és Összeöntést Szervező Jótékonysági Alapítvány elnöke mondta azt, hogy bár a háború miatt megfogyatkozott a magyarság lélekszáma, a kárpátaljai magyar ember nem a meghátrálás, hanem a megmaradás embere. A miniszter azt ígérte, hogy az Agrárminisztérium az összes lehetséges eszközzel fellép az ukrán gabona korábbi piacaira irányítása, és ezzel a hazai gazdálkodók értékesítési lehetőségeinek elősegítése érdekében.